Halka vezér. Az eredeti népzene és a könnyű zene különleges találkozása. Bizse Ferenc műsorában. Halka vezér. Halka vezér. A Balkán fanatik egyfeles, kétfeles és a besodrom megunhatatlan meggyújtom a pipám című dalaival kezdtük a mai műsort. Többek között Regina Balázs és Varga Tibor kívánságára. Másodókon nem hallható csemegék és a megszokott stílusgyakorlatok a suba alatt, hiszen tudják, ha csütörtök este is Lánchíd Rádió, akkor Folka vezér, a keverőpult mögött Gálfi Zoltán, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bizse Ferenc köszönti önöket, most pedig néhány szó az esti kínálat. Igazi rockos folka vezérre számíthatnak ma este, hiszen vendégül látom a Lord színeiben Gyurik Lajos Louis-t, valamint a Sick Transit Gloria Mundi képviseletében dr. Vereckei Kálmánt és Orosz Róbertet. Ráadásul kulturális programajánlóval is meglepjük önöket, és az is kiderül, miért éppen ők a ma esti vendégeim. Már is hallgatjuk a Sick Transit Gloria Mundit és az önök által nagyon kedvelt ősi székely himnuszt. Csíksom jói, Szűz Mária. Az SMS számunk nem változott, 0630 749 67 20. Ez volt tehát az ősi székely himnusz a Sick Transit Gloria Mundi tolmácsolásában, és a két úr az együttes képviseletében már itt ül velem szemben a stúdióban, dr. Vereckei Kálmán, a zenekarvezető, és végre eljött hozzánk személyesen Orosz Robi is, aki a frontember. Szevasztok, urak! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A tapsvihar pedig a mellettem közvetlen helyet foglaló Gyurik Lajos Louis-tól származik, mert hogy a Lord is tiszteletét teszi a ma esti folka vezérben. Hát ugye egy két percig köszöntöm beszélgettünk arról, ugye Louis, az imént, hogy hogy kerültök ti a folka vezérbe, de hát erre az volt a válaszom, hogy nekem nem derült ki ebből. Minden, ami jó zene, az helyet kaphat a folka vezérben. Egy kulturális program ajánlóval is szolgálunk a nagy érdeműnek ezen az estén, de mielőtt ezt megtesszük, és mielőtt tényleg fényderítenénk arra, hogy miért pont együtt jöttetek, és miért pont egyszerre vagytok a vendégeim, és miért pont a folka vezérben, mondjuk el Kálmán, hogy különleges aktualitása is volt az imént hallott ősi székely himnusznak. Igen, mégpedig az, hogy hát ha minden igaz, akkor talán holnap debütálunk az interneten egy videoklippel, ami erre a dalra készült, és hát nem titkoltan, valamilyen a magunk módján támogatást szeretnénk ezzel is adni a székely autonómia törekvéseknek. Ez a tematikája magának a videoklipnek, és hát nagyon szép erdélyi tájakkal és régi képeslapokkal tűzdelt képi világot jelenít meg a dobosunk, a Jászberényi Károly készítette magát a klipet. Nekünk tetszik, reméljük, hogy másoknak is fog tetszeni. Hát a hallgatóknak már korábban is megtetszett ez a dalotok, hiszen ugye azelőtt jártatok itt többször is. Most Robira nézek, ő bólogat, pedig még sosem járt itt. Igen, tehát próbálnál meg az első műsorban ellent mondani. Igen. De hogy rengeteget, igen, rengeteget beszéltek egyébként rólad is a srácok. Hát annál is inkább, mert ugye egy zenekart mindig a frontember apropóján azonosít a közönség. Sajnos, igen. Na most látod, ez handy kép egyébként, Louis? Hát figyelj, inkább beszélgessetek. Na most azért, hát nem tudom, mondjuk a Lord esetében, Louis és Guido, mint ismeretlen háttérben maradó, éppen csak meghúzódó Guido szerény nem annyira, emberek. Hiszen neki dala is van. Jó, most hát már azért mondom. Nekem meg van lemezem, ez egy másik pont vonal. Pont ezt akartam mondani, hogy te sem maradtál annyira nem, csendes. Nem, hát egy darabig véri az ember, de aztán végig csak kibújik onnan, hát uram. Igen, és szeretnél beszélni egyébként a szóló projektedről is ebben a műsorban? Miért nem? Hát ezt nem tudom, valószínűleg nem azért. Azon gondoltam, hogy azt hallgatom most, hogy itt a nagyon komoly dolgokról is szó esik, és azért ennek egyrészt én nagyon örülök, másrészt meg próbálom magam kicsit így visszahozni ide a műsorban, mert nekem megmondom, kerekvesz, nekem azon jelez azt, hogy ki fogja ellapátolni a havat a várban, mire oda megyünk, a egyetembáni fő rendezvény lesz.
Úgyhogy én visszaadnám a szót, mert itt azt gondolom, hogy itt... Hát, ha vannak olyanok is, akik segítenek havat lapátolni? Ja, ez felhívás. Igen, fizetni nem tudunk, de nagyon szeretnénk, hogyha... Nem rossz a kérdés. Annyival is többen lennénk egyébként. Tehát mert ez... az időjárás egyáltalán nem fogadja a kegyeibe a budavári palotában immár a második alkalommal megrendezendő, hazai és külföldi közönséget egyaránt vonzó, rangos, húsvéti, hagyományőrző, turisztikai és családi rendezvény. Amit úgy hívnak, hogy budavári húsvéti sokadalom, és annyira sokadalom lesz, hogy sok lesz a dal is. Mert ott lesz hogy... a Mikulás. Most megint beviszed. Jézuskának muszáj. Most látod? Most a... Jézuskának muszáj. Jó, hogy úgy kezdted, hogy a akkor nyúl, fordítsuk a nyúl pedig komolyra. Ha nyúl nem lesz ott, akkor én nem tudom, mit. Akkor nem tudom, mit csinálok. Egyébként az szokott lenni, úgy történik itt a szereposztás, hogyha Gidót is hozzátok. Akkor mi nem jutunk szóhoz. Akkor mi nem jutunk szóhoz. Teljesen mindegy, hogy Gidón kívül kiül a és stúdióban. És hogy miről van szó, ki a műsorvezető, mi a műsor címe, és melyik rádióban vagytok. Nem egyébként Gidó nagyon szépen tudja fazonra nyírni a mondandóját. Igen. Mert tavaly igen. Például nagyon-nagyon kellemesen és megható módon kívánt kellemes ünnepeket úgy a hallgatóknak a műsor végén, hogy ezt nem beszéltük meg, és ráadásul ugye a hölgyek olvadoznak tőle. Na ennyit Gidóról, mert őt kárfényezni magáért beszél. Ma nem jött-e, hol van egyébként? Már kérdezi az egyik hallgató, hogy miért nincs Gidó. Nincs a rádiójában? Ne arra, hogy írjál rá, dobjál rá egy üzenetet, hát ha ott van. Ez jutott eszembe, hogy dolgozik, de nem mondjuk meg, hogy hol, hát ha valaki még nem tudja. 0637-1496720, ez a Folka vezér SMS száma. És rokkos műsort ígértem önöknek, reméljük, hogy ezzel nem ijesztjük meg a népzene szerelmeseit. Most jön a Lord, neked soha nem elég. A Folka vezér stúdiójában ma este a Lord és a Sick Transit Gloria Mundi képviseletében jöttek el a zenészek, és hát éppen most fordult Kálmánhoz Louis. Ő is az ügyben érdeklődött, hogy nem hosszú ez a név. Ugye amikor legutoljára itt jártatok nálam, akkor én is kérdeztem, és a hallgatóink sem egészen értették, hogy miért nem elég nektek a Sick Transit, ahogy ugye már többen megismerhették a neveteket. Mert oké, hogy ennek sok, tehát ez ilyen hippodrom jelleggel bír, hogy úgy is jó, csak semmi értelme. Igen. Tehát ha végigmondod, többet ért szóval az ember. A zenekarunk egy része úgy döntött, hogy megsúgom után... egyébként, hogy jogi pályán mozog az illető, akit most hallanak, úgyhogy nem véletlenül tudja, hogy mit szeretne mondani. Hát, hallgatunk. Szóval... Sem megerősíteni, sem megszáfolni, nem tudjuk. Nem áll valójában egyelőre. Transit névvel nem mindenkinek van az a kifinomult latinos műveltsége, mint a jelenlevőknek, és a rádióhallgatók többségének, tehát néha magyarázkodásra kényszerültünk, hogy mi ez a Sick Transit, miből van, miért van, meg elképesztő. Nem a betegszállítók. Igen, meg, sok azt hittem, hogy betegszállítók vagyunk, meg volt olyan... Az óriási egyébként a Sick Transit apropóján. Igen, abból a Sick az a beteg, ugye? Transit szállító. Szállító, tehát akkor... Megértek a betegszállítók. Akkor volt, nem akarom mondani, ki volt együtt... koncerteztünk, és mondja, jó, gyerekek, jók vagytok, de milyen hülye név ez a Sir Transit? A betegszállítása az jutott eszembe, egyébként nekem van sokkal rosszabb sztorim. 10-én laktunk Kőbányán, és egyik délután becsöngetett egy fickó az anyukámhoz. Kinyitott az ajtót, és látta, hogy hát, hogy mögötte van milyen tepsi, vagy nem tudom, meg van még egy krapek. Anyukám csak így nézett, és akkor mondta a fazon, hogy kezdj csak, jöttünk a halottért. Te jó ég. És miután tisztázták, hogy mi a pályamikán becsukta az ajtót, ivott egy pohár vizet. Ezt akartam mondani, igen, hogy itt, annyira nem is vidám a történet, mert elég sokkoló, de... De hogyha... Igen, én sem azért mondtam, csak hogy azt mondja, hogy mert hogy a betegszállítás megélnek, van annál rosszabb. De ha itt most elmondod, hogy ez, akkor szerintem vissza lehet vágni a nevet nyugodtan. Igen, na, szóval te abba bízunk, hogy... A Sick Transit Gloria Mundit így többen megjegyzik? Nem túl hosszú pont? Így, ezért kérdezem. Végülis a mondás ugye így teljes. Mondjuk el magyarul, hogy mit jelent. Így mondjuk el a világ dicsősége. Elmondtuk egyszerre hárman, senki nem értett semmit. Most mondd el egyedül, Kálmán. Így múlik el a világ dicsősége. És ennek azért is van ráadásul még külön aktualitása, most itt a pápa választás után vagyunk nem sokkal. Ugye a pápa választásokkor a pápa, a éppen megválasztott pápával közlik ezt, tehát ha még nem tudná.
hogy tehát igazából ebbe nagyon sok minden benne van, erről tényleg órákig lehetne beszélni, hogy, hogy mit jelent ez a, ez a mondás. De hát... De nem fogunk. Nem fogunk. A zenekar arcpolitikája... Én sem terveztem, csak viszont, erősíts meg. Ha már Sikrazit Gloria Mundi, ezt... Úgy gondoltuk, hogy aki bennünket szeret, és ki akarja röviden és könnyen mondani, akkor a Sikh Transitot fog mondani, és ebbe meg is állapodtunk. Így viszont van egy teljes nevünk, ha már jogi pálya előjött, szóval ez olyan, mint amikor van egy társaságnak egy teljes neve, hogy mondjuk mit tudom én, valami angol, mert ez nagyon anglománok vagyunk újabban, mert nagyon cégeknek, ha nem megfigyeltétek, minden cégnek a legócskább 5000 forintos BT-nek is mindenféle olyan hangzatos vezérszava van, lehetőleg angol. Hát muszáj, hogy EU-konform legyen egyébként a társulás, és hogy mindenki megértse. Itt is kicsit túllövünk a cél, amit ahogy szoktunk. Tehát a tanácsadó cég nincs, az EU-nak. A konzulting van, meg a bánat tudja micsoda. Szóval és akkor van egy vagy hosszú neve. És menedzserek vannak már csak, ugye? Nem igazgatók. Hát a legszebb az, hogy van olyan minisztérium, ahol a portást, tudod, hogy hívják munkaköri... megjelölése, a munkaköri besorolása? In-out manager. Hát egyébként ők a legnagyobb királyok. Ők a legnagyobb királyok több fórumon. Hát igazából meg sem lep, hogy ilyen szép nevet is kapnak mindenhez. Az in-out menedzserekre muszáj egy kortyot, mert másképp... És azért tényleg még mindig azt mondom, hogy inkább legyetek Sikh Transit Gloria Mundi, mint mondjuk Sikh Transit Gloria Gaynor. Igen, igen. Az na, viszont tényleg legyünk egy picit ennél komolyabbak. Rosszabb, nekem se jutott volna eszembe. Igen, igen. Tehát még mielőtt átcsapnánk fásimulatóba, azért... Azért, ott vagyunk szerintem. Azért, igen, te nem tudod, hogy melyik műsorba jöttél, oh, tehát ez hatalmas sok volt, hogy ez a folka vizet. Nem is értettem egyébként, tényleg. De most már így jó, végül is annak örülök, hogy a srácok itt vannak, mert... Azért vannak az urak többek között itt a folka vezérben, velem vendégként, mert hogy ugye ezen a rendezvényen, amely március 30-ától április 1-ig tart, és ez nem vicc, tehát húsvét hétfőn is tényleg? Még lesznek nagyon jó programok, sőt, hát van, aki azt mondja, lehet, hogy az itt ülők közül is, hogy hétfőn lesznek a legjobb programok. Na Robi, halljunk téged is egy picit, ha már frontember vagy. Mit tudsz? Gyere ki a fényben. Én teljesen a fényben járó ember vagyok, tehát hétfőn biztos, hogy nagyon jó sok program lesz, többek között mondom ezt azért is kicsit egoistán, mert a Lord együttes előtt mi fogunk játszani, tehát mi leszünk az előzenekar, jól fölspékeljük a hangulatot, hogy teljesen jó. Hogy a közönség fogadja már a Lordot, és szétszedjék őket. Melegebb legyen, mire mi sorra kerülünk, kicsit melegebb legyen már. Igen, igen. Egyébként jó munkát kell, hogy végezzetek, úgy tűnik. Húsvéti sokadalommal egyébként az a tényleg nagyon széles spektrumú műsor lesz, tehát a többnapos és a tojásleséstől kezdve a kosaras körhintán át a különböző mese műsorokon keresztül akár állatsimogatásig is el lehet menni, tehát minden lesz, tényleg egy igazi vásár lesz. És hát alapvetően a zenét, ugye a sok dal, sok adalomba ugye benne van valahol elrejtve, hogy alapvetően természetesen népzenei produkciók lesznek, autentikus népzene, hát hogy kerülünk ebben mi bele, meg a Lord főleg. Szerintem nagyon-nagyon, ha a kérdés, köszönjük jól, mert valahol a Sikh Transit Gloria Mundi egy kicsit, tehát mégiscsak népdal feldolgozása az egyik profilunk, tehát ez valahol... De hogy nekünk mi? Viszont valahol... Lord, hogy kerül oda? Angol megyünk át a rock. Angol névvel. Igen. De én úgy gondolom, hogy Mr. Igen is lesz egy. Tehát, sőt, in-out manager is talán. Nem hiszem, hogy ebben különösebb probléma lenne, mert így igazából bárki megtalálja még akár a zenében is a magának tetsző és hozzá közel álló stílust. Széles a és hát tavaly ugyanez volt, tavaly volt ugye első alkalommal ez a rendezvény megtartva, és akkor is a jazz-től kezdve a rockig mindenféle. Igen, ezt akartam azért mindenképpen kibökni, hogy tulajdonképpen itt nem egy népzenei találkozóról van szó. Hagyomány, művészet, gasztronómia,
abszolút ideillik a Lord is. Szerettek enni, művészek vagytok, és azért a hagyományt is ismeritek, sőt, ápolni is tudjátok. Inkább valahogy úgy van, hogy a hagyomány találkozik ugye a modern dolgokkal, tehát a hangszerektől kezdve, tehát nem az autentikustól egészen ugye elmenni az elektromos gitár. Robi, egy 41 éves együttest modernezel? Hát igen. Az. Hát igen. Viccelek. Kikérem magamnak. Azt hittem nem válaszol semmit, kikérem, hát hogy ne lennétek abtudétek. Kikérem magamnak. A Pataki Attila mondta annak idején, mikor mondtam, hogy Isten hozott. Nehogy valaki azt mondja, hogy Isten hozott minket a nyugdíjas klubban, mikor volt az a nagy rock találkozó, és akkor a Rock Arena, és itt az összes ma még működő zenekar, akik akkor is működtek, még én kamasz voltam, amikor akkor nagy sztárok voltak, és akkor mondtam, hogy most nehogy valaki is azt mondja, hogy Isten hozott a nyugdíjas klubban, és aztán végül a Pataki Attila oda szólt, hogy gyere ki a hóra. Szóval azért ez nem akármi, hogy idén már 41 éves a Lord. Erről is szólhatna a műsor. Erről is szól a műsor. Hát erről is szól a műsor. Szól a műsor. Ezek szóval már jók, Isten éltessen titeket. Sok a dalom egyébként. Sok a dalom. Sok a dalom. Én a húsvétnak néztem utána, hogy az miért húsvét. Nagyon érdekes. Elmondod? Mert húst veszünk magunkhoz. Ugye, mert a bőti időszaknak a vége van. És ugye húst vételezünk be. És sőt, meg a nyulat is tudom, hogy hogy kerül a képbe. Annak néztem utána leginkább. De ez legyen titok, majd a végén elmondom. Igen, és na hát például ugye most nagyon sok rádió műsorban azt lehet tapasztalni, hogy a felkészült műsorvezetők ilyenkor felugranak a Wikipédiára, jól megnézik a húsvét eredetét és a legfontosabb szokásokat, és akkor ezt jól elmondják a műsorban. A szokásról pedig, hogy a locsolás ami is persze, tudom, amivel még mindig nem okoznak túl nagy kárt, de hát valamit még hozzá kellene adni. Mi például adunk hozzá zenét is, jön a Sick Transit Gloria Mundi, kicsit hosszú a nevük, de tudnak zenélni. A vidró csinálja. Szerintem visszaveszik. Ez a mi SMS számunk, és nagyon kedvesek a hallgatóink. Valaki azt írja, Fásival soha többet ne keverd össze a Bizse műsorokat, mint Makó Jeruzsálemtől. Azt már meg sem merem kérdezni, hogy melyik javára. Lehet, hogy Fási Ádám is őszintén örülne ennek a különbségtételnek. A stúdióban vendégeim Gyurik Lajos Lui a Lord színeiben, valamint a Sick Transit Gloria Mundi képviseletében dr. Vereckei Kálmán és Orosz Róbert is itt ül a stúdióban. Ők csak jogi úton találtak ide ezt azért. Hát Lui úgy vállalta a ma esti interjút, hogy csak az ügyvéd, egy ügyvéd jelenlétében hajlandó nyilatkozni. Na nézzük akkor az önök SMS-eit, mert hogy mást is írtak, nem csak Fási Mulatóval kapcsolatos üzenetek érkeztek. Nagyon jóságos vendégek, Gidó és Maja törzs vendégek kimenőt kaptak. Hát valaki, aki képben van. Kimenőt vettek, én nem egyeztem bele, úgyhogy Gidóról már elmondtuk, hogy lehet, hogy rádiózik, egyébként nem tudjuk, hol van. Maja pedig, Majácskával az a helyzet, hogy ő a szervezésben nyakig benne van, itt a hétvége szervezésében, és egyéb kötelezettségeit most kell letudnia, tehát ilyen műszakokat vállalt, stb., mert ezeken a napokon majd itt a hétvégén ő bizony jelen lesz ott a sokadalomban, és én amennyire tudom, elég jelentős feladatai lesznek. Magyarul nekünk körülbelül lesz a középpont, tehát hogy bármi bajunk van, akkor már hívjuk akkor is, és Majácska. Na nézzük akkor, hogy még milyen fellépőkre számíthat a közönség a budavári húsvéti sokadalomban. Előtte azonban még egy SMS, azt bizonyítandó, hogy tényleg határuk nélkül rádiózunk. Hello, Orosz Robit kérdezném, Sick Transitot külföldön, Felvidéken, mikor lehet hallani, például Muzslán vagy Párkányban? Aztán hozzáteszi a hallgató, nagyon jó a zenekar, jó zenétek vannak, és úgy hívják az illetőt, aki ezt megmondta nekünk, hogy Viktor. Viktor, nagyon szépen köszönjük a kérdést. Reméljük, hogy minél előbb találkozhattok velünk a Felvidéken. Párkányban már többször szerepeltünk a elmúlt nyarak folyamán. Reméljük, ez idén sem marad el. És reméljük, hogy hát kicsit feljebb is merészkedünk, tehát akár még Muzslán is nagyon szívesen játszunk.
Köszönjük a zenekar. A... Most Múzsla egyébként nincs olyan messze Párkánytól. Nincs, egyáltalán. Mielőtt nincs, valaki egy, arra egy, gondol, hogy hatalmas erőfeszítéseket kell tennetek. Viszont onnál finomabb boraik vannak. Kicsit tehát messzebb van, mintha Esztergomból átsétálsz a hídon Párkányi. Így van, tehát annál picivel több, de szintén a határ mentén. És hogyha már említjük Párkányt, akkor ugye mondjátok meg, hogy jók az élmények, azt mondtátok, hogy remek volt a igen hangosítás. Nekem is vannak kellemes élményeim Párkányból, de ez egy gyógyfürdőhöz kapcsolódik, úgyhogy nem képezheti a mai műsor témáját. De egyébként jó volt a közönség is, hangosítás is. Hogy ne maradjanak ki a hallgatók abból, amiről az imént meséltetek. A hangosításon kívül ugye közönség, igen, atrocitás volt, de nem volt, ugye valamire utalt. Volt egy érdekes dolog, ugye több évben játszottunk már nyarakon Párkányban, és előfordult, ugye hát alapvetően a műsorunknak a gerincét a népdalföldolgozások adják, és hát horribile dictum, magyarul énekeljük a magyar népdalokat, és hát egy-két atyafinak ez nem tetszett, és ennek hangot is adott ott szlovák anyanyelvén. Amit mi azt akceptáltunk valamilyen módon, tudnélik, kerülvén a következő évek feszültségeit, úgy döntött a konferenci szerepét ellátó basszusgitárosunk Sárosi Attila, hogy ő bizony neki vesekedik, megtanulta a konferenc szövegét szlovákul, és hát abban nyitottunk tavaly nyáron, hogy szlovákul köszöntötte a közönséget, és szlovákul konferálta a műsort, magyarul is természetesen. Döbbenetes élmény volt egyébként, mert ugyanaz a közönség egy része, akik hát, mert egy, általában ugye nem konkrétan Sick Transit koncert keretében játszottunk, hanem egy fesztivál, tehát ahol mindenféle produkciók vannak, nyilván nem csak miattunk jöttek, és szlovák társcsoportok, stb. És ez az ellenállás, vagy ez a kicsit tartózkodó attitűd, ez abban például megszűnt, és tényleg a tenyerünkből lettek, és nagyon jó hangulat lett, és ennyi kell, és szerintem ez belefér, sőt, bele is kell, hogy férjen. Abszolút egyetértek veled, Kálmán, és ha már felvidéken is hallgatnak minket, mert hogy ezt bizonyítja az SMS körzet száma is, akkor elárulom, hogy a friss hírek után a ma esti Folka zeneórában egyfajta húsvéti ajándékképpen, mert hogy nagyon-nagyon sokan kérik ezt tőlem azóta, hogy Szarka Tamást vendégül láttam a Szigorúan Nyilvánosban. Ma este bemutatjuk az új Gimes albumot az elejétől a végéig, és a felvidékieket külön invitáljuk a rádió közelbe. Most azonban vissza még a budavári húsvéti sokadalomhoz, mert hogy ott lesz a Lord is, ráadásul ugyanazon a napon lép föl a Lord és a Sick Transit Gloria Mundi. Nálunk most a Lord következik, ez a Szájszabadon. Reméljük, hogy sose ütik le. Ő nem hagyja, hogy megszólaljak. Igen, de megcsinálták. Igen, vége lett. Jó volt. Melyik banda volt ez? Az a rövid nevű, tudod, ilyen négy betűs. Oh Lord! 2013. március 30-a és április 1-e között, tehát ezen a hétvégén, az ünnepi húsvéti hétvégén, már második alkalommal várja a közönséget a húsvéti hagyományőrző turisztikai és családi rendezvény, a budavári húsvéti sokadalom, és hát ígértük, hogy a többi fellépőnek is eláruljuk a nevét, nagyszerű lesz a kínálat, muzsikás együttes, Herzku Ágnes, fonózenekar, bemtánc együttes, aztán ugye már említették az urak a Lordot, a Mystery Ganget, és természetesen ott lesz a Sick Transit Gloria Mundi, Grillus Vilmosék is, Kolompos, kihagytam valakit? Kálmán, ki? Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, hú, mert micsoda neveket hagytam ki. Szóval érdemes lesz ellátogatni, mert hogy kellemes a helyszín, amúgy is a budavári palota, most pedig különösen kellemes lesz ez a helyszín. És hogy az egyéb aktualitások sem maradjanak ki a ma esti beszélgetésünkből, az egyik kedves hallgatónk a 0630 749 67 20-as SMS számunkra küldött egy üzenetet, ez egy kérdés, és azt kérdezi, hogy mikor lesz új Lord album.
átadtam, várjuk a választ. Köszönjük a kérdést, én nem merek most, vagy nem is akarok konkrétumot, vagy konkrét időpontot mondani. Tárgyalások folynak, hogy jövő év elején stúdióba megyünk. Annyit kell tudni, hogy nagyon szépen gyűlik az anyag, sőt, talán először eljutunk a Lord életében oda, hogy előre, talán két évre is lehet előre gondolkodni. Hoppá. Ez nagyon érdekes, mert mindig azt gondoltuk, hogy, vagy mindig úgy dolgoztunk, hogy amikor összejön annyi, amiből azt gondoljuk, hogy egy lemezre való, ezért nem adtunk ki például minden évben lemezt, hanem akkor, amikor összejön annyi, hogy érdemes egy lemezt összeállítani belőle, vagy összerakni belőle, akkor. És most úgy néz ki, picit mi is a bőség zavarával fogunk küzdeni, de ez a kellemesebb része a dolognak, édes teher, ahogy szokták mondani. Viszont az elmúlt időszakban kikerült anyagoknak kell hagyni egy kicsi kifutási időt. Azt tudni kell, és azt a koncertekből is lehet érezni, hogy az örökké album igazából még mindig elég jól tartja magát, illetve azt megelőzte egy válogatás, aminek még szintén van utolzöngéje, és tavaly, amikor nagy 40 éves évfordulót ünnepeltük, akkor kijött egy DVD, koncert CD-vel, tehát viszonylag bő még mindig a választék, és azt mondták, hogy akkor ebben az évben erre még közvetlenül ne dolgozzunk rá, de jövőre várható év elején. Egyetértek egyébként, hogy egyrészt vannak itt még rejtett tartalékok, másrészt pedig már, bár ez csak a személyes véleményem, de hát simán tudtátok überelni a, ha már a kifutási időt említetted, Louis, a 2006-os kifutok a világból, ami esetében annó azt mondtátok, hogy ezt már nem fogjuk tudni überelni, mert ez annyira jó. De legalábbis nagyon-nagyon erős lemez lett. Én azt is mondtam annak idején, hogy addig én azt gondoltam, hogy az volt a legjobb lemezünk, a kifutok a világból lemez, mint ahogy azt is mondtam az örökké lemezre, hogyha a kifutok a világból a legjobb, akkor az örök ez a legszebb. Tehát olyan jellegű dalokat sikerült rátenni, és úgy sikerült hangszerelni, úgy sikerült kialakítani a dolgokat, a hangzást, és egyáltalán egy picikét az atmoszférája. Én azt gondolom, hogy ahogy így az előzetes, ez a vegyes kép, hogy egy picit karcos, egy picit érdesebb, egy picit rokkosabb dolog legyen benne, ugyanakkor a másik oldal az érzelem is megmutatkozzon, szerintem ez a vonal ez tovább fog menni, aminek én nagyon örülök, mert mind a két oldalt egyformán tudjuk tolni, és én mind a kettőt egyformán szeretem. Nem úgy van most, mint volt régen, mert hogy ezt a dalt is mindjárt meghallgatjuk még a friss hírek előtt, és ha már itt tartunk, akkor még gyorsan megkérdezem tőletek, Kálmán és Robi, hogy Sick Transit Gloria Mundi ügyben melyek azok az újdonságok a mostani fellépéseteken túl, amiről még szívesen beszélnétek. Ugye itt tartok a kezemben egy 2012-ben rögzített válogatást, és hát itt vannak egészen új stúdióban felvett dalok, ezek közül kettőt ugye meghallgattunk, a Vidrócki is újra lett keverve, és a Nem úgy van most, mint volt régen is. Igen. Ennyi? Nem. Többet nem mondok el helyettetek. Igazából egy, hát nem azt mondom, hogy fazonváltás vagy stílusváltás előtt áll a zenekar, mindig is volt két lába a csapatnak, egyik a népdalfeldolgozás vonulat, amivel a koncertezést igazából ez a dolog teszi ki nagy részt. Meg belépőt biztosít nektek a Folka vezérő. Igen, így van, tehát megnyílnak az ajtók. Ne hagyjátok ezt hátra. Így van. Hát fesztiválokon különböző, például, tehát olyan, ami egy kicsit folk jelleghez közelít, vagy direkt folk rendezvény, hát be tudunk így kerülni, mert mégiscsak magyar népdalokat szólhatunk meg, tehát ez a műsor azért így aktuálisan pörög folyamatosan. Viszont hát azért főleg itt azért adott esetben az én személyes zeneszerzői és főleg szövegírói ambícióimat is ki szeretném élni. A zenekarnak van egy valóban saját, 100%-ig saját repertoárja is, ami most egy kicsit háttérbe szorult, és ezt szeretnénk egy kicsit fölhozni, legalább arra a szintre, mint a népdalfeldolgozás. Nehéz, mert folyamatosan még azért van belénk szorult népdal, amit még meg kell, hogy csináljunk. Egyik a két másikat dalon... egyébként nem zárja ki, tehát ez teljesen jó, ez a két élő kard.
És hát a saját, amikor csak tényleg Sick Transit koncert van, akkor ez a kettő úgy nagyjából fele-fele arányba szólal meg. Vannak egyébként a rajongók között, aki az egyikre esküszik, van, aki a másikra, tehát meg is oszlik így a hallgatóságnak a véleménye is. Még két népdalon dolgozunk, az el is fog készülni, hát egy hónapon belül talán meg lesz a stúdió felvétel mind a két nótából, aztán nekiugrunk a saját számoknak, amik már hát évek óta készülnek, tehát bőségzavarával küzdünk mi is ilyen szempontból. 0630 749 67 20, ez az SMS számunk, ha még üzennének, tegyék bátran, mert hogy kíváncsiak vagyunk az SMS-eikre. Dr. Vereckei Kálmán, Orosz Róbert a Sick Transit Gloria Mundi színeiben, és Gyurik Lajos Louis a Lord képviseletében. Köszönöm szépen, hogy vendégeim voltatok. Mi köszönjük, annyit kerestem. Valamit még nagyon kerestél. Igen, remélem nem azt akarod fölolvasni, hogy mennyibe kerül a belépőjegy, mert szigorúan tilos. Azt én sem tudom, és azt viszont szeretném, hogy egy picit fényezzük magunkat, hogy itt megbeszéltük, hogy szó volt arról, hogy változatos műsorok, változatos programok lesznek. Én a Lord rajongókat mindenképpen várom, de azt mondjuk, hogy ez hétfőn lesz, és 18.30-kor előttünk azonban, és hogy miért érdemes korábban érkezni. Így van. Az ügyvédemen keresztül szeretném tolmácsolni a hallgatók felé. Ügyvéd úr, mikor kezdetek? Fogunk kezdeni 5 óra 30-kor, így van, tehát 17 óra 30-kor a színpadra perdül a Sick Transit Gloria Mundi. És 18.30-kor pedig szabad teret engedünk a Lordnak. Mindenkit nagy szeretettel várunk, még a Felvidékről is.